Sok szeretettel köszöntöm a megjelent hallgatóságot, illetve köszönöm a meghívást és a kedves bemutatást. Rögtön egy exkurzálással kell, hogy kezdjem, mert hogy áttanulmányozva az előző előadásnak a beharangozóját, rájöttem, hogy én nem leszek arra képes, nincs nekem az elég tudásom, hogy itt akár a kőolajról, akár a bitumenről, akár a gumibitumenről mutassak itt sok és érdekes kísérletet. És ezért átformáltam a magam számára a feladatot, és igazából olcsó népszerűségre szeretnék majd szert tenni annak a révén, hogy elsősorban lángokhoz, tűzhöz, színes tüzekhez kapcsolódó kísérleteket szeretnék bemutatni. Ez lesz az egyik vezérfonál az előttünk álló 35-40 percben. A másik pedig ez a kérdésfölvetés, amit itt a címdiámon is lehet olvasni, hogy lehet-e egy egyszerűen végrehajtható kísérlet látványos és vagy tanulságos. Mert hát, ahogyan a kémia a magyar közoktatásban lassanként egy heti egyórás játékos tárgyá válik, úgy van egyre kevesebb energiája arra a tanároknak, hogy meg idejük sincsen sem előkészíteni, sem pedig az órán megvalósítani, hogy nagyon nagy komplexitású, bonyolult kísérleteket hajtsanak végre. És hát nekem van egy ilyen naív hitem, hogy az egyszerű kísérlet, meg az egyszerű gondolat az is lehet élvezhető, illetve az is lehet tanulságos. Tehát a fő szempontja az előttünk lévő kísérleteknek az volt, hogy lehetőleg ne kelljen utánuk sokat mosogatni. Illetőleg, hogy minimális előkészületet igényeljenek, és hogy rövid idő alatt legyenek bemutathatóak. Kezdeném rögtön egy olyan kísérlettel, amihez tulajdonképpen semmi más nem kell, mint egy bunzenlámpa, illetve egy sűrű szövésű fémháló. A bunzenégőt a szintelen lángjára kapcsoltam, most kérek szépen sötétet, és a kísérlet abban áll, hogy fölülről ezt a sűrű szövésű fémhálót ráhelyezem a lángra. Azt lehet akkor látni csodálatos módon, hogy megszűnik a láng, a háló alatt van láng, fölötte meg nincsen láng. Hát az a kérdés vetődik föl, hogy mi lehet ennek az oka. Eszünkbe jut mindannyiunknak, amit hetedikben tanultunk a gyors égés három feltételéről, hogy a gyors égéshez szükséges az égés tápláló anyag, az éghető anyag, illetve a megfelelő gyulladási hőmérséklet. Tehát itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy ebből a három feltételből az egyik szűnik meg a fémháló hatására. Mivel hogy hát levegő alatta is volt, meg fölötte is volt, nyilván nem azzal volt a baj. Az viszont elképzelhető elvileg, hogy a földgázban lévő metán molekulák nem jutnak valahogyan át ezen a fémhálón, tehát hogy túl nagy méretűek, és hogy az éghető anyag hiánya, amiatt nem láttunk az előbb lángot a háló fölött. Hogyan lehetne megbizonyosodni arról, hogy ez volt-e az ok? Meghekkeltük a berendezést, eloltottam a bunzenégőt, és most arra teszünk kísérletet, hogy meggyújtjuk csak a háló fölött a metánt. Remélem, hogy lehet látni távolról is. Lehet látni valamilyen szinten? Most már nem lehet látni. Tehát, hogy azt pedig arra számítottam, kicsit ezt lejjebb viszem akkor. Tehát, hogyha a szerencse ránk mosolyog, akkor bizony előállítható az az állapot, hogy csak a háló fölött legyen láng, alatta pedig ne. Ja, én fújom el, igen, és mindesetre a lényeg akkor, amit üzenni szeretnék, az, hogy akkor a metán mégiscsak átjut valahogyan a fémhálón, ergo akkor a harmadik paraméterrel lehet itt valami, hogy nincs meg a gyulladási hőmérséklet. Hát persze, hogy nincsen meg, mert a fémekről eszünkbe jut akkor, hogy a fémek jó hővezetők, elvezetik a hőt, és olyan mértékben lehűtik a saját közegüket, hogy lehetetlenné teszik az égést. Szóval ez egy látványos dolog, és hogyha valakinek két sűrű szövésű fémhálója is van, nekem sajnos nincsen, ezért két kiszuperált azbesztes dróthálóból próbáltam imitálni egy második ilyen fémhálót, akkor az is megoldható, hogy a bunzen lámpának a lángját még több részre osszuk. Tehát most két fémhálóval próbálkozunk, és elsőként megkísérlem meggyújtani csak
alul, meg csak fölül, és akkor így egy két részre osztott lángot látunk, aminek nincsen közepe, mert ott nincsen elég meleg. Még ezt szerint próbálom fölül, valamiért itt. Még a réznek az zöld láng felsőségében is valami ickét kaptunk. Illetve azzal is megpróbálkozhatunk, kicsit rázom, hogy hűtsem a készüléket, tehát azzal is megpróbálkozhatunk, hogy csak a két háló között legyen láng. Tehát most pedig csak a két szémháló között lehet látni lángot. Látszik ez valamelyest? Most kérem szépen vissza a fényt. Ez lett volna tehát az első kísérlet, ami egyébként nem a saját leleményem, hanem egy hortikorszakbeli könyvből, Gyida László 200 kémiai kísérletéből való. De kicsit őszintén szóval félek attól, hogy majd valahol szégyent érek, és ezért a legtöbb kísérletet előre a diákjaimmal lefotóztattam az előző héten, hogyha netán valami félre sikerül, akkor legalább a fotót meg tudjam mutatni. Most túl azon, hogy akkor itt az égésnek a föltételeiről volt szó, nem menjünk el amellett sem említés nélkül, hogy a híres Davy-féle biztonsági bányászlámpa is ugyanezen az elven működött. Tehát Humphry Davy, fizikus-kémikus, az 1810-es években kapott egy fölkérést angliai bányászoktól. Mert ezeket a bányászokat nagyon zavarta az, hogy a szénbányákban, ipari forradalom korában vagyunk, az ott földgyülemlő metántól olykor fölrobbantak a tárnák, és ők, meg a társaik rendszeresen meghaltak. És hát szerettek volna valami módszert annak az indikálására, hogy a tárna levegőjében mennyi a metán. És ez a Davy rájött arra, hogy ha van egy állandó méretű kanóc, amiben valami ég, akkor a lángnak a fényudvarja, tehát hogy mekkora a láng, aureola szakszóval, hogy ennek a mérete arányos a levegő metán tartalmával. És arra is rájött, hogy kb. 5%-nál, amikor 5,5% metán van a levegőben, akkor fog robbanni, és ezért ő úgy fejlesztette ki ezt a Davy-féle bányászlámpát, amit a képen is látunk, egeret tudom mozgatni. Szóval úgy fejlesztette ki, hogy ez a háló olyan távolságban legyen a kanóztól, amit a láng akkor ér el, amikor körülbelül 4% metán van a levegőben. És amikor az aureola odaért a hálóhoz, akkor ugyanígy nem tudott átmenni a hálón, hanem cserébe lehűlt az egész közeg, kialudt a láng. Tehát a bányászok onnan tudták, hogy baj van és hogy menekülni kell, hogy hirtelen sötétbe borult minden. Ami nyilván nem volt kellemes nekik ott a sötétben kijönni, de még mindig jobb volt, mint fölrobbani. Tehát, hogy kapcsolódik egy ilyen technológiai újítás ehhez a kísérlethez, és ez az egyik olyan első alkalom volt, amikor a vegyipar egy effektív megrendelés kapott, tehát, hogy volt valamiféle természettudományos probléma, amit meg kellett oldani. És Davynek ez sikerült megoldania. Menjünk akkor tovább. Következő kísérletünk, kísérleteink még mindig a gyors égés feltételei körül fognak forogni. Némi karácsonyi hangulatot fog árasztani magából a második experimentum, ugyanis ehhez egy csillagszóróra lesz szükség. Valahogy kevésbé tartok ettől a borszeszégőtől, úgyhogy inkább ezt gyújtjuk itt meg. És hát ez egy olyan kísérlet, amivel bármelyik diákunk is akár otthon december 24-én Szenteste, vagy a nagycsaládi karácsonykor el tudja vinni a sót a nagymama beiglije elől, ha ez bemutatja, mivel hogy csak csillagszóró kell hozzá, meg egy pohár víz. És hát úgy működik ez a mutatvány, hogy az ember meggyújtja a csillagszórót, és gyönyörködik abban, ahogyan a vas 3 oxidá ég. Majd megkérdezzük a hallgatóságot, hogy mi történik akkor, hogy a csillagszórót belemerítjük a pohár vízbe. Tehát nyilvánvaló, hogy az történik, hogy elalszik. Azért nézzük meg, hogy tényleg elalszik-e. Belemerítjük, és hát azt lehet látni, hogy a csillagszóró valóban elaludt. Tehát ez idáig nem volt különösebben meglepő. Ha azonban egy más fölállásból indulunk el, tehát 5 csillagszórót veszünk, és 5 csillagszórót jó szorosan egymáshoz csévélve rögzítünk tíkszóval, tehát vastagon körbe csavartam ezzel a tíkszó ragasztóval.
és így gyújtjuk meg, és végezzük el az egészet másodszor, akkor remélhetően más fogunk tapasztalni. Tehát 5 csillagszórót egyszerre gyújtok be, és egy kicsit várok, hogy a mindezőt meggyulladjon, majd bedugom a vízbe, és azt lehet látni, hogy nem maradt abba az égés, hanem a csillagszórók ott végig égnek. Ha igazán nagy szerencsénk van, akkor még a vízből némi hidrogén is képződik, mert ott elég meleg van, és a hidrogén meg szokott így gyulladni fölül, de hát most sajnos ez nem történt így. Szóval akkor mire vezet el minket ez a kísérlet? Hogy miért aludt el a csillagszóró első alkalommal? Mi, ezzel közönség már tudjuk, hogy nem azért, mert hogy nem volt ott levegő, meg nem volt oxigén, hanem azért, mert ez a nagy mennyiségű víz lehűtötte a csillagszórót. Legalábbis erre derült fény azáltal, hogy az 5 csillagszóró meg tovább égett. Tehát egyfelől viribus unitis volt Ferenc Józsefnek a uralkodói elmondata, hogy egyesült erővel 5 csillagszóró több hő termel, ráadásul a celluxos ragasztás még hőszigetelőként is működött. Oxigénből most se volt ott több, mint előzőleg, tehát nyilvánvalóan nem a levegő hiányzott múltkor sem. Tehát az is a végén kiderült akkor mindebből, hogy a csillagszóróban lévő vas az égéséhez szükséges oxigént nem a levegőből nyeri, hanem a saját anyagában van, a vason kívül valami oxidálószer is. Tehát megint csak a gyulladási hőmérsékletről, mint a gyors égés egyik feltételéről volt szó. Lovagoljunk még egy kicsit ezen a témán, és hát szintén mindenki már 7. óta tudja, hogy hogyan lehet az oxigént kimutatni. Hát egy ilyen általános iskolás dolgozat kérdés ez. A válasz az, hogy parázsló gyújtópálcával kell közelíteni a vélelmezett gázhoz, és amennyiben a parázsló gyújtópálca lángra lobban, akkor az bizony oxigén volt. Ezt a kísérletet berheljük most úgy meg, hogy nem parázsló gyújtópálcát, hanem parázsló cigarettát lobbantunk az oxigénnel lángra. Tehát annyi előkészület kell, hogy szükségünk lesz egy fecskendő nagyjából tiszta oxigéngázra, amit úgy fogok előállítani, hogy kémcsőben mangán dioxid van, MnO2, barna kőpor. Tetején 2-szer átfúrt gumidugó, és az egyik furaton át hidrogénperoxid oldatot fogok ráküldeni. A hidrogénperoxid bontását a mangándioxid katalizálni fogja a hidrogénperoxid bontását, és az így képződő oxigént gyűjtöm majd össze a másik nagyobb fecskendőben. Tehát ide várjuk az oxigént a nagy fecskendőbe, és a kicsi fecskendő keresztül juttatjuk be a hidrogénperoxidot. Érdekes egyébként, hogy ez a barna kőpor, ez fekete teljesen, tehát hogy vajon a neve honnan jöhet. Onnan kapta a nevét, hogy a mászatlan porcelánon barna karcnyomot hagy. De egyébként fekete, mint a csillagtalan decemberi éjszaka. Ugyanígy a barna kőszén is fekete amúgy, de annak is a karcnyomáról van a színe. Na közben itt látjuk, hogy gáz képződik, és a dugattyúban valami tényleg ott összegyűlt, de az első sarzsot elküldjük a nagyvilágba, mert ebben még nyilván sok levegő is van. És akkor összeszedünk egy második tisztábbat. Sőt, a biztonság kedvéért rögtön le fogok fejni egy második fecskendőbe is, még egy új adagot, hogy biztosan legyen elég oxigénünk. Tehát ez itt az első, és jön a második. Jó. Tehát itt vannak az oxigének, megnézzük a több oxigénnel.
hogy mi fog történni akkor, hogyha ezt a cigarettát hátulról fölnyásalom, tehát beleszúrom a tűt itt a filteren keresztül, és majd belejutatjuk az anyagába az oxigént. Ehhez szeretnék megint sötétet kérni. Elkezdem nyomni a fecskendőt, jön az oxigén, és azt lehet látni, hogy nem csak a parázsló gyújtópálca, a parázsló cigaretta is, tehát lángra lobban, amikor több oxigént kap. Most, szerintem ez egy nagyon látványos és nagyon jó kísérlet, és remélem, hogy a hallgatóság sorából senki nincsen, aki azt gondolná, hogy egy tanár nem vállalhatja azt morálisan, hogy a cigarettát népszerűsíti. Köszönöm szépen, jöhet vissza a fény. Mert hát teljesen nyilvánvaló, hogy a diákok a iskolán kívül is találkoznak azzal, hogy egyes emberek dohányoznak, tehát hogy nem így szembesülnek ezzel a jelenséggel. És mondjuk rólam amúgy is a saját közegem, mert a fazekasban közismert, hogy a igen sok energiát fektetek abba, hogy a diákokat meggyőzzem, ne dohányozzanak, hogy a kísértésnek ne engedjenek és ne szokjanak rá. De a kísérletnek van annyi élvezeti értéke szerintem, hogy bátran minden tanár kollégám vállalhatja, hogy ezt előadja. Írtam dőlt betűvel a diákra némi milyen módszertani ajánlás is azzal kapcsolatosan, hogy milyen témáknál, hogy milyen sokféle témánál használhatóak föl a lángokkal kapcsolatos kísérletek. Tehát például itt a kérdés nem csak onnan közelíthetjük, hogy az oxigén táplálja az égést, hanem onnan is, hogy a reakciósebesség megnövelhető a reaktánsok koncentrációjának a növelésével. Tehát a tiszta oxigén az több, mint a levegőnek a 21%-os oxigén tartalma, nagyobb koncentráció, nagyobb reakciósebesség, exotermebb reakció, láng. Hasonló üzenete lesz a kén égetésének, pontosabban a kén oxidációjának, különböző módokon történő színre vivésének. Ehhez visszahozzuk a bunzenégőt. És első körben egy a borászatból jól ismert kénlapot fogok meggyújtani. No, nem ilyen hatalmas mennyiségben, mert ez rendkívül büdös lenne, hanem ebből majd egy kis darabot mindjárt letörünk. Ez lesz a referencia, hogy a kén hogyan ég abban az esetben, hogyha nincsen semmi extra körülmény. Tehát ebből egy kis darabot letörök, és meggyújtom, amihez szeretnék harmadszor is sötétet kérni. Bár hát az eredmény nem fog bennünket nagyon váratlanul érni, hogy a kén, amikor meggyullad, akkor hát ilyen kis szolidan, rendkívül büdösen, de mégsem nagyon harsány módon ég, kék színű lánggal. Tehát ez a kénnek az égése levegőben. Jöhet vissza a fény, köszönöm. Második esetben égessük el a ként oxigén dúsabb környezetben. Ehhez össze fogok keverni egy kémcsőben salétromot, illetőleg ként. Csak a vegyszeres kanalat fejtettem el ide készíteni. Itt egy vegyszeres kanál. Tehát belemérünk mondjuk hát egy 1 köbcentiméternyi ként durván, és kicsivel több salétromot. Salétrom, káliumnitrát. Ha szerencsénk van, akkor ez nem fog kelleni sötét, mert ez elég látványos lesz. Most itt fordíthatnék hátat, de az aztán még kevésbé volna elegáns, mint hogyha ezt most így összerázom, ezért mindenkinek a bocsánatát kérem, mert ezt ilyet kultúrember nem csinál, de most így tudom hatékonyan a két port összekeverni egymással. Tehát most akkor itt van kén, meg káliumnitrát keverékünk, és ezt fogom hevíteni a célból, hogy először megolvadjon a kén, majd pedig a salétrom is megolvad,
illetve részlegesen hőbomlik. És amikor a salétom elkezd hőbomlani, akkor következik majd be a számunkra érdekes változás. Tehát pillanatnyilag azt lehet látni, hogy a kén, az olvadó kén barnul, megvörösödik. Valamelyest szublimális a kén, és alul már látjuk, hogy miről lesz itt szó, remélhetően. Nem szokott ez engem cserben hagyni. Na, most végre bekövetkezett, amit szeretünk volna. Tehát, hogy most is a kénig, mint előzőleg, de most ilyen magnéziumszerűen, még nem vált önfenntartóvá, magnéziumszerűen vakító fehér fénnyel ég a kén abban az esetben, hogyha elegendő oxigénje van. Tehát az a tételmondat, hogy a kén halványkék színű lánggal ég, az annyiban árnyalandó, hogy levegőn ég halványkék színű lánggal, és amikor végre a folyamat magára talál, akkor látjuk, hogy vakító fehér fénnyel is tud égni ugyanaz a kén. Szintén nagyon egyszerű elvégezni, csak egy kis büdösséggel jár, tehát ezért szóltak a tanárok óckodni általában tőle, amikor az ember minimális mennyiségű kénport dörzsöl össze egy dörzsmozsárban kálium kloráttal. Elindulok, hogy vegyszeres kanalakat vadásszak magamnak, de ezt valahonnan itt mindjárt szerzek, és akkor összekeverjük a két port. Túl sokkal, tehát nem érdemes próbálkozni, elsősorban a klorát miatt, mert az ember azért azzal járhat pórul. Úgyhogy egy, nem tudok tömeget becsülni, mondjuk egy 0,2 g kénport keverek össze, ugyanekkora térfogatú, mondjuk 0,4 g tömegű, ennek sokkal nagyobb a sűrűsége káliumkloráttal. Tehát ha a tanár ebből előkészít az órája előtt mondjuk egy 8-10 darabot, akkor biztos, hogy a szakkörének a sikere, a szakkör sikere garantált, mert a diákoknak ezt a kezébe adja, és mondja, hogy ne hajoljanak fölé, hanem inkább másmerre nézzenek, de kezdjék el jó határozottan összedörzsölni a ként a káliumkloráttal. És hát lehet hallani, hogy most ezúttal nem fény keletkezett, de legalábbis hang formájában, tehát ami mechanikai energiaként szabadul föl, a kén oxidációjakor termelődő energia. Mi következik most? Igen. Szintén maradunk a lángoknál, és arra szeretnék rátérni kicsit, hogy egy reakció lehet homogén, illetőleg heterogén. A heterogén reakciók határfelületen játszódnak le, és ezért ezeket a határfelület megnövelésével lehet a leghatékonyabban meggyorsítani. Illetve, hát ismert a tézis, hogy az ember nem oldhat mindenfajta tüzet vízzel, tehát elektromos tüzet vízzel oltani az Isten ellen való bűn, és az égő olajat, mondjuk égő kőolajat, vagy égő bitument, ilyesmiket, égő benzint, az sem praktikus tűzzel oltani. Ennek a demonstrálására fog szolgálni ez a kísérlet, aminek az előkészítése kimondottan hálás feladat, ugyanis kell hozzá egy pezsgős üvegről leszerelt fémháló, tehát erre van szükségünk, illetve egy sörös kupak. Ezeket előállítani kézgyönyörűség. Meg egy akkora gyertya, ami egy picit alacsonyabb, mondjuk egy fél centiméterrel alacsonyabb a gyertya, mint a pezsgőről leszerelt drótháló. Ezzel kívánjuk imitálni azt a helyzetet, amikor otthon valaki a tűzhelyen hagyja a
serpenyőt, abban olaj for, olajat melegít, de aztán telefonhívást kap, és ott felejti, az olaj meg csak melegszik, és for, és túlfor, majd utána egyszer lángra kap. És hogy ilyenkor mit nem érdemes csinálni. Tehát, hogy ezt a kísérletet akarom bemutatni. Azzal a hangsúlya, hogy ezek az eszközök is rendkívül egyszerűek, és hogy nincs olyan iskola, nincs olyan háztartás, ahol ezek az eszközök ne lennének előállíthatóak, ne lennének beszerezhetőek. A sörös kupakba olajat töltöttem, ezt ideállítom, remélhetőleg a láng nem aludt el. A láng, igen, a láng nem aludt el, és meg kell várjuk azt, amíg ez az olajit elkezd gőzölögni. Ezt az időt arra fogom kihasználni, hogy kicsit pakolászom, hogy a későbbiek gördülékenyebben menjenek. Tehát most arra várunk, hogy a gyertya megtegye a hatását, és ez a minimális mennyiségű olaj kvázi forrásba jöjjön. Puskázom, hogy mi fog következni. Amíg az olaj forrásba jön, akkor, hogy az időt még tovább húzzam, szeretnék beszámolni egy vitáról, ami manapság megosztja a kémia tanároknak a társadalmát. Tehát a szakmódszertani fórumokon ez nyomon követhető, ez a kérdés, hogy valójában van-e bármi értelme a tanítási órán kísérleteket végezni, vagy a diákokkal végeztetni. És hát itt akkor különbséget kell tennünk az eddigi kísérletek, illetve egy úgynevezett tudásfejlesztéses, kísérlettervezéses, problémalapú kísérlet között, mert hogy amiket eddig mutattam, ezek jellemzően verifikáló kísérletek voltak, tehát hogy úgy a végeredmény nem ért minket váratlanul, és igazából nem tudásfejlesztés, hanem inkább tudás átadás történt. Tehát olyasról valamit mutatunk be, amivel korábban is foglalkoztunk már, és azt tanulmányoztuk, amit eddig is ismertünk. És hogy ennél mindenképpen több értelme volna egy tudás kifejlesztéses, kísérlettervezéses, probléma alapú kísérletnek. De valójában még annak sem biztos, hogy van értelme, mivel hogy a diákok ugyan szeretik a kísérleteket, csak hát az a kérdés, hogy amikor majd jön a számonkérés, akkor kiderül-e, hogy hozzájárult-e a kísérlet a jobb fogalmi megértéshez. Tehát, hogy többe egy ilyen látványos cirkuszi mutatványnál az a kísérlet, amit a tanár végrehajt az óráján. És hát amikor vissza kéne idézni, hogy a kísérlet is igazolt, akkor kiderül, hogy ezzel a diákok nem emlékeznek, tehát hogy nem biztos, hogy megérte a sok befektetett energia. Most magamat félbe szakítom, mert itt látom, hogy elkezdtek az olajgőző fölfele szállni. Tehát ez az a helyzet, amikor a serpenyőben a sütő túlhevült, és valamiféle rossz ötlettől vezérelve, esetleg ki is gyulladt, és az ember beleköp, vagy vizet önt rá, tehát hogy ezt miért érdemes elkerülni. Egy cseppentővel igyekszem egy-két csepp vizet rácsöppenteni, és mindenki figyelje, mert amennyiben sikeres ez az akció, akkor az gyors lefutású lesz. Hát egy csepp víz került bele, és azt láttuk, hogy nem is volt korábban láng, most meg itt nagy láng történt. Szóval hogy kapcsolódik ez akkor a reakció kinetikához? Hogy vajon miért nem égett az olaj, amíg a gyertyával melegítettük? Gyorségésnek a feltételei közül melyik feltétel volt az, amit az egy csepp víznek a belecsöppentése most így segített? Tehát mondjuk ettől nyilván nem lett melegebb. Meg nem lett több levegő sem, tehát ez egy ilyen homályos pontnak tűnik, ezért gondoljuk végig, hogy voltak éppen mi is volt a víznek a hatása. Az egy csepp víz az olajba olyan hatást váltott ki, mint hogy az ember beledob egy követ a Balatonba. A kő a víznél nagyobb sűrűségű,
elmerül, és egyszer s mind szétfröcsköli a vizet maga körül mindenfelé. Ugyanilyen módon a vízcsepp is szétfröcskölte az olajat a levegőben maga körül, vagyis az egy nagy olajcsepp helyett, mondjuk így, sok kicsi olajcsepp keletkezett, megnőtt tehát a felület. Megnőtt a felület, a folyadékok égése heterogén, és az is egy ismert tény, hogy a gyulladási hőmérséklet az valójában nem egy anyagi állandó, hanem az függ a szemcsemérettől. Tehát mondjuk a gyújtóst könnyen meggyújtani, mint egy nagy röngfát, azért, mert nagyobb a felülete. Itt is az olajnak, tehát nagyobb lett a felülete, és azért annyira lecsökkent a gyulladási hőmérséklete, hogy még a vízcsepp hűtőhatása ellenére is nagyobb felületét megkapván meggyulladt. Tehát így kapcsolódik ez a kísérlet a reakció kinetikához, meg ahhoz, hogy a határfelület megnövelésével meggyorsítható, vagy egyenesen beindítható egy reakció. Tehát, hogyha a gyerekekre a kísérlet valódi hatással volna, akkor ennek az kéne legyen a következménye, hogy a vegyipari diákok mindegyike kivétel nélkül kémia szakos egyetemistává válik. De hát nem ez a helyzet. És hát arra fele konvergál a szakmódszertani irodalom, hogy hogy a számosított bizonyítékok hiány, hogy a kísérletek elősegítenék a fogalmi megértést vagy a rögzülést, inkább ez egyfajta hagyomány, hogy a kémia tanárok kísérleteznek. Most, hát ha ez így van, akkor én büszkén vállalom, hogy egy hagyománynyőző vagyok a magam részéről, tehát lehet, hogy holnap belépek a Sibonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyománynyőző Egyesületbe, mert én a vázolt problémák ellenére is nagyon sok értelmét látom a kísérleteknek. Legelső sorban talán azt, hogy akkor elmondjam az ellenérveket, meg a saját nézőpontomat, hogy a kémia egy experimentális tudomány, tehát hogy az egyetemeken valamiképpen mi az anyagokat kutatjuk, és hogy a diák ebből semmit nem kap meg, hogy a kémiában van kísérlet, akkor valahogy a kémia lényegével nem szembesül. Másrésztől a motiváló hatás akkor sem lebecsülendő, ha voltak éppen ez egy ilyen sószerű elem, de hát örüljünk, hogy legalább van bármi, ami a diákoknak föl tudjuk kelteni az érdeklődését. Harmadrészt a verifikáló kísérletekről, tehát ahol ismert a végeredmény, hát ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy érdemes elolvasni a Lesszi hazatér című regényt is, pedig annak is a címében benne van a vége. Tehát nyilván a kutya a végén hazatér, ott van a Szöktetés a Szerájból című opera, tehát ott is az ember elmegy az operába, akkor világos, hogy a Konstancét a végén megszöktetik, de nem csak ez a lényeg, hogy megszöktetik-e, vagy pedig sem. Tehát, hogy ahogyan a regény, meg az opera, ugyanúgy valójában ezek a kísérletek rituálék, amiket át kell, hogy éljünk, szerintem. Tehát főleg a tűz, az ősemberek is a tűz körül öltek, tehát, hogy valahogyan ez közösséget terem, diák és tanár között, és önmagában, mint kulturális kód, hogy akkor a lakmusz az piros lesz meg kék. Tehát ezek kulturális kódok, amiket már csak ezért is a tanárnak mindenféleképpen meg kell csinálnia. No, de menjünk tovább. Itt előzőleg a heterogén reakcióról volt szó, és szintén végtelenül egyszerű kísérlet, nagyon szeretem, az aceton gőzöknek az égetése. Ehhez egy üres kémcső kell, meg aceton, ami valahol itt van, és most vadászom rá, ide készítettem. Tehát üres kémcső, gumidugó, aceton, gyufa, illetve egy cseppentő. Ehhez fogok segítséget kérni, mert ez két emberes feladat lesz majd, tehát ezt a diákokkal párban érdemes csináltatni. A kémcsőbe cseppentünk 3-4 csepp acetont. Bedugaszoljuk. És jó bedugaszoljuk, és az ember a keze melegével elpárologtatja az acetont. Egyszeres, mint sötét is kellene ehhez. Tehát az aceton remélhetően elpárologott, így a forgatás hatására, és a pár egyik fele meggyújt egy gyufát, és a pár másik fele, akinek az acetonos kémcső van, leveszi a dugót, és oda tartja a kémcsövet a gyufához, és akkor azt lehet látni, hogy az aceton ég, nem túlzottan harsányan, de azért jól láthatóan kék lánggal ég.
És itt arról van szó, hogy szépen az acetongőzők jönnek lefele a kémcsőbön belül, mert itt csak aceton volt jellemzően, a levegő meg nem tud bemenni, tehát hogy ez egy heterogén égésnek tekinthető, azért nem gyullad be a kémcsőnek a teljes térfogata, mert ott nincsen elég levegő az égéshez. Arra kell itt vigyázni, hogy a diák a kémcsövet a jó végénél fogja, hogy esetleg leégjen a keze. Na, szóval ez az acetonnak az ügye. Nagyon szépen köszönöm tanár úr segítségét. És ez a kémcső meg az aceton párhuzamba állítható a Hindenburg léghajónak az 1937. évi katasztrófájával, amikor miután átszelte az Atlanti-óceán, tehát Európából ment ez a hidrogénnel töltött léghajó Amerikába, és éppen ott leszállt volna, tisztázatlan okból kifolyólag lángra gyulladt. Tehát ez itt nem kevés hidrogén, ami ebben benne volt, és hát az a szerencsénk, hogy aceton módra égett el, tehát nem fölrobbant, nem homogén volt ez a reakció, nem térfogatban játszódott le, mert a léghajó belsejében nem volt oxigén, hanem csak hidrogén. Hanem heterogén módon, legalábbis kezdetben, tehát hogy kívülről befele égett a hidrogén, és ez ahhoz elegendő idő volt, hogy a kabinban utazó mintegy 100 embernek a fele kiugorjék. Tehát eltört ugyan a kezük lábuk, vagy mind a kettő, de mégis csak, tehát azért látjuk, hogy elég nagy magasság, de ilyen módon sokan túlélték ezt a katasztrófát, azért, mert a hidrogén égése ebben az esetben egy heterogén folyamat volt. És hát ugyanerről van szó a durranógáz végzésénél is persze, tehát a durranógáz, amikor csattan, akkor homogén módon ég, levegő is van, meg hidrogén is van, nem tiszta még a hidrogén. Ha viszont a képződő hidrogén tiszta, amit az ember vizsgál, akkor az égés heterogén, szépen a lángfront fölmegy a kémcsőbe, amit nem lehet látni, hanem inkább a robbanás elmaradása a tapasztalás, illetve ez a halk pukkanás. Igen. Lángokat használhatunk az eddigi témától látszólag teljesen távol eső dolgoknak a bizonyítására is. Dietiléter. Dietiléter egy illékony és gyúlékony oldószer. Miért illékony? Azért, mert a molekulái gyakorlatilag apolárosak, közöttük csak diszperziós kötések hatnak, és ezért az éter nagyon könnyen párolog. Hogyan lehetne kimutatni, hogy az éter valóban egy apoláros oldószer? Hát legegyszerűbben úgy, hogy nem elegyedik a vízzel. Egymással nem elegyedő folyadékoknak a szétválasztására szolgál ez a választótölcsér. Tehát most akkor kicsit furcsa módon ebben fogom a keveréket előállítani, tehát hogy először vizet töltök bele, illetve ez arra is alkalmas, hogy összerázom az ember két folyadékot egymással, tehát először víz, majd pedig utána erre töltök némi étert. Ezt ide beállítjuk, és reméljük, hogy nem fog feldőlni. Szóval, hoppá, töltsérem sincsen, na most mi lesz akkor? Próbálok beleszírozni, tehát egy részét az éternek legalábbis sikerült ide beleöntenem, majd a többi azot elpárolok, hát nem baj, majd elpárolok. Szóval lényeg, hogy itt étert is öntöttem rá, nem ment egyébként sok mellé, tehát nem kell félni. Egyszerűen, hogyha ezt rácsavarná a tanár úr, azt megköszönném. Szóval éter és víz, és hát azért rázzuk jól össze egymással a kettőt, hogy adjunk neki érintkezési felületet. Néha az ember levegőzteti. Összerázom, hogy hátha oldódnak egymásban. De minden alkalommal az a tapasztalás, hogy az éter, tehát szépen így jön föl, és szemmel láthatóan van egy határfelület, az alsó, nagyobb sűrűségű vizes fázis, illetve a felső, kisebb sűrűségű éteres fázis között. Tehát megint az történt, amit megjósoltunk, hogy az éter apoláros folyadékként nem oldódik a vízben. Választótölcsérrel tehát szét tudom választani egymástól az étert meg a vizet, úgyhogy most az alsó fázist, vagyis a vizet beengedem ebbe a főzőpohárba. Sajnos eléggé lassan folyik.
Ja, persze, hogy lassan folyik, mert egy idióta vagyok, és nem nyitottam ki ezt a csapot fönn. Na, most már gyorsabban fog folyni, remélhetőleg. A vizes fázisból szeretnék hozzájutni annyi mennyiséghez, hogy még egy kémcsőbe is tudjak majd tölteni belőle. No, így akkor megpróbáljuk, hogy mire jutottunk. Köszönöm szépen. Elsőként tehát a kémcsőbe töltünk ebből a főzetből, vagyis hát vízből, azt gondoljuk, és utána elkezdem majd forralni. Tehát ez itt víz kell legyen, hiszen ez volt az alsó fázis. Forralgatjuk, melegítjük, és hát megpróbálom a, miután eléggé fölmelegedett már, meggyújtani a vizet itt fönt. És hát azt lehet látni, hogy egy váratlan módon a víz ég. De hát a víz az nem tud égni. Vagyis akkor mi következik ebből, hogy igazából ez mégsem víz. Na, de hát ez volt alul. Vagyis mi a tapasztalat, hogy akkor el kell vessük azt a tézisünket, hogy a dietiléter apoláros, a víz meg dipólusos, és ezért egyáltalán nem oldódik a dietiléter vízben. Hát azt mondhatjuk, hogy rosszul oldódik vízben, de hogy egyáltalán nem oldódik, azt nem mondhatjuk, mert az éter forrt most ki a vízből, és szemlátomást itt nagy lánggal égett. Tehát ez egy jó kísérlet. Aztán persze úgy is színre vihettük volna mindezt, hogy megőriztem itt a maradék, most már tudjuk, hogy híg éter oldatot, tehát éternek a híg vizes oldatát, és hogyha ezt gyújtjuk meg, remélhetőleg sikerülni fog, hogy beledobok egy gyufát, akkor ez is itt elvileg lángra kell, hogy kapjon. Tehát beledobom, és akkor látjuk, hogy ott is a víz úgymond ég, hát mert ez nem csak víz, hanem hogy éter is van benne. Na, de mennyi éter van benne? Ezek az adatok, hogy 100 g víz 25 fokon nem is olyan kevés, 6 g dietilétert old. Tehát az a konzekvencia mindebből, hogy az, hogy apoláros dipolósos, ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem oldódik egyik a másikban, hanem valamilyen mértékben az éterben is oldódik a víz, és a vízben is oldódik az éter. Tehát az oldhatósághoz is behozhatunk lángos kísérleteket. A dietiléter illékony és gyúlékony oldószer. Ezt a kísérletet nem olyan rég láttam az interneten, és rögtön megtetszett, úgyhogy ezt is ismételjük itt meg együtt. Tehát a dietiléter illékony és gyúlékony voltát szeretnénk kimutatni, egy sírmécses, egy papíros, illetve éter segítségével. Ehhez arra van szükség, hogy átitassunk egy fél szalvettányi mennyiséget mondjuk ételrel. Ezt ide rakom ennek a kék tálcának a közepére, nem tudom, hogy a kamera ezt látja-e. Szóval egymástól körülbelül 40-50 cm távolságba helyezem el a vattát, illetve a mécsest. Tehát erre itt ételt csöpögtetünk. Sajnos nagy izgalomban kicsit mellé is csöpögtettem. Ez itt tehát jó sok ételrel át lesz itatva. És utána meggyújtjuk a mécsest tőle távolabb. És hát az a kérdés, hogy mikor következik be a dián látható esemény, vagyis hogy a párolgó éter gőzei mikor gyulladnak meg.
Itt mindig kérdés, hogy az ember jól becsülte fel a távolságot, illetve az ételnek a mennyiségét. Tehát lehet, hogy nem lesz szerencsénk, de akkor megismételjük. Hát, ha belobban, addig én itt elkezdek tovább pakolászni. Adjuk még egy esélyt neki? Próbáljuk meg még egyszer. Azért kicsit a mécses közelebb húzom. Na, most valamivel gyorsabban sikerült, és hát ha ez egy filmre lett volna véve, akkor lehetett volna kikockázni ezeket a képeket. Tehát nyilván ezt itt látni amúgy is esélytelen lett volna, hogy szépen a párolgó étergőzők mikor, milyen színnel, meg milyen távolságban gyulladnak meg. És a fazekasban még ez a lökés hullám még a mécses is kioltotta, itt az nálunk tovább ég. Beszéltem arról, hogy a kémia tanárnak azért is felelőssége kísérletezni, mert ezek a kísérletek, még a rosszul sikerült kísérletek is egy kulturális kódot közvetítenek a diákoknak. Tehát az a jelenség, hogy a tanárod szerencsétlenkedik, és hogy nem sikerül neki, még ez is egy generációkat egymással összekötő élmény. És hát persze ez nem biztos, hogy jó hír, de mindenképpen érdekes, hogy maga Molnár Ferenc is híres regénye bevezetésének, tehát a legelső sorainak egy kémia tanári malőrt választott. Tehát hogyan kezdődik a Pál utcai fiúk? 3:41-kor, épp abban a pillanatban, amikor a természetrajzi terem katedra asztalán hosszú és sikertelen kísérletek után végre valahára nagy nehezen a bunzen lámpa színtelen lángjában felrobbant egy gyönyörű, smaragdzöld csík. Annak jeléül, hogy az a vegyület, melyről a tanár úr be akarta bizonyítani, hogy zöldre festi a lángot csak ugyan zöldre festette. Mondom, pont 3:41-kor, épp abban a diadalmas minutumban megpendült a szomszédház udvarán egy zongora verkli. És ezzel minden komolyságnak egyszerűen vége szakadt. Most ez azért is nagyon groteszk, egy kémia tanár számára, mert az a kísérlet, hogy a rész lángfestése zöld, hogy ez azért annyira nem egy nehéz dolog. Tehát, hogy itt pontosan mi lehetett a hosszú és sikertelen és meddő próbálkozások mögött, azt csak találgathatjuk. Menjünk tehát úgy tovább, és látják egyébként, hogy még 3 dia van hátra ezután, tehát már úgymond lassan a vége fele közeledünk, és ez jó hír. De most a lángot használjuk föl arra, hogy az alapállapot és a gerjesztett állapot különbözőségét mutathassuk be, illetve még egy-két más járulékos dolgot. Tehát ez a kísérletet, hogy van egy láng, és akkor az ember ebbe egy részspirál tart, ezt olyan nagyon nem lehet elrontani szerintem, tehát csak ezzel meg kell várni az időt, hogy fölmelegedjék a részspirál. És látjuk, hogy akkor ez itt zöld színű. Most azt is tudjuk, hogy ezért a lángfesésért pontosan a CuCl pozitív molekula ion átmenet felel. Tehát, hogyha előzetesen a tanár erre a réspirálra egy minimális mennyiségű sósavat önt, akkor még gyorsabban és még szebb lángot láthatunk.
Tehát tiszi sósavat öntöttem rá, és így próbálkozunk másodszor. Így az is látható, hogy többféle színű láng is van itt, tehát nem csak zöld, hanem helyenként kéket is lehet látni, tehát két energiaátmenet van, egy alacsonyabb energiájuk zöldes, amit most látunk, meg egy magasabb energiájuk kékes színű. Szóval a lángfestés színe vihetjük így. Alapállapot, gerjesztett állapot. Van a másik ismert módszer, hogy oldat cseppeket juttatunk a lángba, és ilyenkor is látjuk, a résznek a lángfestése zöld. Induljunk itt ki, most abból a probléma felvetésből, hogy mit csináljon az a tanár, szeretnék fényt kérni, köszönöm, hogyan mutassa be az a tanár a lángfestést, akinek az iskolájában nincsen bunzenégő. Hogy mire megyünk egy borszeszégővel? Hát valami zöldülést majd lehet látni, de azért nem lesz ez olyan meggyőző, és azon fogok mesterkedni most 3-4 percig, hogy erre az esetre adjak valamilyen javaslatot. Egyszer s mindegy elgondolkoztató kísérletet beszéljünk majd meg. Tehát ez a bunzenégő, ide beletartom ezt a réspirált, és ha az ember kicsit vár, persze kezelhetem volna sósavval is akár, eleve kisebb a láng, hát valami zöldülés ott látható. Látják önök is? De mondjuk ez nem olyan nagyon látványos. Látványos? Tehát milyen jó ötlet volna mondjuk azt elérni, hogy ebben az alkoholban, hogy oldjuk föl a rész-2-szulfátot, ez itt rész-2-szulfát oldat volt, és hát ha akkor szebb lángot kapnánk, hogyha az alkoholban lenne feloldva a rész-só, mert akkor sokkal könnyebben beleporlanak ezek a CuCl pozitív ionok a lángba, mint hogyha azzal a rész-dróttal ott szerencsétlenkedem. Hát azért ez igényel némi tőkét, tehát akkor egy borszeszélyűt erre a célra külön félre kell tenni, és ez nem oldható meg mindig könnyen. Azonban szerencsére a középiskolai kémiai lapok 2017. évfolyama javasolt erre egy remek megoldást. Hogy nem kell ez borszeszégő feltétlenül, hanem itt van ez az egykori aranyfácán konzervdoboz. Ez lesz most a mi számunkra a kísérletnek a szintere, és ebbe fogok önteni alkoholos rézoldatot, ami egyébként nem rész-2 szulfát, hanem rész-2 kloridoldat. Egyfelől azért, mert eleve a klór kell a szép lángfestéshez, másfelől meg azért is, mert a rész-2 klorid sokkal jobban oldódik az alkoholban, mint a rész-2 szulfát. Tehát ebből öntök egy keveset ebbe a konzervbe, és arra számítunk, hogy akkor ha valamikor, akkor most szép lángot kell, hogy lássunk, mert hogy ott aztán van bőven rész-2 ion. Nagyon óvatosan kell bánni persze az alkoholnak a meggyújtásával, mert hogyha az embernek a bőrére alkohol kerül, akkor ingyen epiláció, meg a köpeny is fölgyulladt, hogy ezzel itt mindig elővigyázatosan messziről gyújtjuk meg egy hurkapálcával, illetve készenlétben az üveglap is, nem üveglap, a fémlap, hogy el tudjuk zárni. Erre számítottunk? Hát van itt valami kék, meg zöld, de azért a sárga az dominánsabb. Tehát semmiképpen sem mondhatjuk, hogy ez nagyon meggyőzően lenne, és egyértelműen a réznek a lángfestése. Ahogyan elfogy az alkohol lassan, remélhetően azt látjuk, hogy ezért a zöldnek akkor földúsul a mennyisége. Tehát most arra várok, hogy most már egyre több a zöld talán. Tehát furcsa módon, amikor úgy elfogy az alkohol, akkor, mintha győzne a zöld. Na de mi lehet ennek az oka? Tehát hogy van az, hogy az elfogyó alkoholnak a lángja sokkal zöldebb, mint amikor még tele volt, vagy nem tele, de mondjuk félig volt alkohollal. Gondolat van e mögött is, mégpedig az a gondolat, hogy a lángfestés a lángban történik, tehát valahogyan a rész-2 ionnak föl kell jutnia a lángba. Igen ám, de az alkohol, mint egy folyadék, nem tud jobban fölmelegedni, mint az ő forráspontja. Hiába ég fölötte ott láng, az legyen bármilyen meleg, maga az alkohol az nem melegedhetik 78 Celsius fok fölé. Tehát éjjel hőmérsékleten nem tud belekerülni a rész-2 ion a lángba. Amikor belepermeteztük, akkor kikerültük ezt a problémát. Mi lenne a megoldás? A megoldás az, mint itt is, hogy csináljunk valamiféle kanócot. A sufni vegyész kanócot, itt ezt a cikk hosszasan leírja, hogy milyen szempontokat érdemes mérlegelni, és a végén eljut oda, hogy a legjobban akkor járunk, hogyha
vermikulitot használunk ebben az esetben kanócként, ami egy szilikát ásványoknak a hevítésével előállított keverék. Voltak éppen kertészeti boltokban lehet kapni, mert nedvességszívó, és arra alkalmas, hogy ha az ember ezzel körül trágyáz idézőjelben egy növényt, akkor az jobban fog teremni, meg zöldebb lesz, meg minden. Szóval ebből szórok a konzerves dobozunkba, a vermikulitból, és ez lesz a kanóc. Még az fontos, hogy ebben nincsen nátrium, mert hogyha volna benne nátrium, akkor nyilvánvaló, hogy akkor annak a lángfestését látnánk. Szóval erre fogom ráönteni ezt a rész 2 kloridos alkohololdatot, és egy kicsit várok, hogy felszívja a vermikulit. Ezzel párhuzamosan, hogy ha már ennyit vártunk erre, akkor legyen részünk valami más és több szép élményben is. Csináljunk ugyanilyen módszerrel sárga lángot, vörös lángot, illetve bor, illetve zöld színű lángot. Szóval a jobbról nézve második aranyfácán konzervbe nátrium-benzoát oldata kerül. Nátrium-benzoát egy élelmiszeripari tartósítószer, és azért érdemes ezt választani a sufnivegyésznek, mert a nátrium-benzoát jól oldódik az etil alkoholban, ellentétben mondjuk a nátrium-kloriddal. Tehát ebben itt akkor nátrium-ionok kerülnek majd a lángtérbe. A harmadik esetben lítium-klorid alkoholos oldata lesz, tehát ez lítium-klorid. A negyedik esetben pedig bór, nak a metil alkoholos oldata. Tehát a bort azt nem etil, hanem metil alkoholban érdemesebb oldani, hogyha az ember szép lángot szeretne elérni. Szórok mindegyikbe egy kevés kanócot, és utána gyújtjuk akkor őket meg. Tehát a lángoknak a segítségével különböző fémionoknak a lángfestését mutathatjuk be. Szerintem ez egy nagyon menő kísérlet, és hosszasan van a cikkben kifejtve, hogy itt még mennyi mindent lehet megtanulni ennek az összeállítása kapcsán. Mimiben oldódik, konyhasó etil alkoholban nem, rézkettőzhet alkoholban nem, és hát látjuk a bóra, a nátriumra és a réze jellemző színátmeneteket. A lítium ott kicsit küzd, mintha abban valahogy nátrium került volna a részben, de azért láthatóan kárménvörös színt is produkál. Igazából egyetlen témám van hátra még, a molekula geometria, köszönöm szépen, a molekula geometria, illetve a lángoknak a kapcsolata. Látszólag ez a két téma távol esik egymástól, de egy nagyon hálás molekula a kémia tanár számára a fehér foszfor. Az időt nem akarván túlzottan sokat húzni, engedjék meg azért, hogy fölrajzoljam a táblára, nem, máshogy indulok, mert úgyis is idő kell hozzá, hogy ez itt fölforjon. A utolsó kísérletünkhöz, hogy van itt egy bunzenálvány, benne befogva egy gömblombik, minimális mennyiségű fehér foszfor van ott alul, a víz alatt, és egy hosszú üvegcső lóg ki az egészből. Ezt itt elkezdem melegíteni majd, és amikor a fehér foszfor helyett, amikor a víz forrásba jön, akkor reméljük, hogy majd ez valamiféle tapasztalattal jár együtt. És amíg ő melegszik, addig fogom majd a fehér foszfor molekulájának a ábráját elkészíteni a táblára. Szóval P4. Köztudomásulag ez egy tetraéder alakú molekula,
amelyben ellentétben a metán féle tetraéderrel, itt a tetraédernek az élein vannak a kovalens kötések, ez itt hátul megy el, azért jelölöm szaggatott vonallal. Illetve mindegyik foszforatomon van még egy-egy nem kötő elektronpár. És hát, ha erre, mint egy geometriai idomra tekintünk, akkor látjuk, hogy az oldalai szabályos háromszögek, vagyis akkor minden kötésszög 60 fok kell, hogy legyen. Tehát ez adódik a molekulának a szerkezetéből. Viszont más részről a vegyérték elektronpár taszítási elmélet alapján meg azt látjuk, hogy minden atom körül van 4 elektronpár, 3 kötő, 1 nem kötő. Tehát ez azt jósolná, hogy a kötésszögnek körülbelül 109,5 foknak kellene lennie. Tehát az AX3E elektron szerkezetből, vagy hogy mondjam, a 109,5 fok körüli kötésszöget várnánk. Tehát itt van egy kiáltó ellentét a fehér foszforban, amit szögfeszültségnek nevezünk, és kérdés, hogy egyáltalán hogy jöhetett létre ez a fehér foszfor, ha egyszer ennyire nem kerek számára a világ, hogy valahogyan minden atomja rendkívül feszült, mert sokkal kisebb a kötésszög, mint amit logikusan várnánk az elektronpárok száma alapján. Ezért a fehér foszfor igen reaktív, kicsit mérséklem a lángot, igen reaktív, mert minden törekvése arra összpontosul, hogy ezt a szögfeszültségét valamilyen módon megszüntesse, és hát ezért lép reakcióba gyakorlatilag bármivel. Próbálkozzunk meg a fény lekapcsolásával. És arra számítanék igazából, hogy amikor a víz for és a foszfor is szublimálásba jön, apalajos molekulák szublimálnak, akkor itt a levegőre kiírve bekövetkezik a tévesen foszforeszkálásnak nevezett chemolumineszencia. Lépek egy diát, mert itt ezt megcseréltem közben. És elvileg az volna jó, hogyha valamiféle zöld fényt látnánk itt megjelenni. Hát én innen nem nagyon látom, ezt mögé tartom ezt a fekete lapot. Kérek szépen őszinte visszajelzést, hogy lehet-e itt bármit látni. Ja, köszönöm szépen. Tudják, még ezt így kinyitom, és akkor dupla akkora lesz. Nem tudom, hogy lehet-e látni halvány zöld színt. Hát valamit lehet látni. Tehát én most közelről látom, önök meg higgyék el, hogy tényleg van, és a fotó bizonyítja, hogy azért ez egy megvalósítható dolog. Köszönöm szépen. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy a fehér foszfornak az oxidációja tud ilyen hideg lánggal történni, tehát hogy az energia elsősorban nem hő formájában távozik, hanem zöld fény formájában. Chemo luminescenciás reakció, ami az energiát elsősorban fényként sugározza ki. Utolsó kísérlet következik. Megint csak a fehér foszforral kapcsolatban visszamegyek erre a diára, mert a vártnál hamarabb jött forrásba az a lombik. Nagyon jó, erős búzenérgő van itt. Mi csak álmodunk erről az iskolában. Szükségem van egy nagy mérőhengerre, szűrőpapírokra, magára a fehér foszforra, illetve szénkénegre. Igen, szűrőpapírok megvannak. A foszforos zászló kísérlet fog következni, aminek az az alapja, hogy a fehér foszfor jól oldódik szénkénekben, széndiszulfidban, CS2-ben, mert a széndiszulfid is apoláros, illetve a fehér foszfor is apoláros. Egy kis darabot kiveszek. A vizet valamilyen szinten leítatom róla egy szűrőpapír segítségével, és utána beledobjuk abba a kicsi főzőpohárkába, amibe pedig CS2 töltök, szénkéneget, ami egy rohadt káposztaszagú, rendkívül büdös,
és talán még a fehér foszfornál is mérgező buldószer, de nagyon kevés kell belőle szerencsére, tehát hogy amikor a fazegasba kerültem, több mint 10 éve, akkor ebben az üvegben volt körülbelül 2 deciliter, most van 1 deciliter, és ezzel így vidáman el vagyok, tehát hogy nem túlzottan anyagigényes ez a kísérlet. Csak egyszer kell beszerezni. Tehát a fehér foszfor belemegy a szénkénekbe. És hát remélem, hogy mindenki látta már ezt a kísérletet máshol is, hogy ha az ember belemárt egy darab szűrőpapírt ebbe a fehér foszforos oldatba, majd utána ezt elkezdem legyezni, akkor ezzel segítem a szénkénegnek a párolgását. És amikor majd a szénkéneg elpárolgott, akkor a fehér foszfor oldatból nagyon kis kristályok formájában válik ki, nagy tehát a felülete, mert kicsi kristályok alkotják, és remélhetően olyan nagy a felülete, hogy a levegőn magától begyullad. Hát nem pontosan erre számítottam. Valami történt, de szokott ez hevesebb is lenni. Na jó, megpróbáljuk még egyszer. Rendkívül kellemetlen volna pont az utolsó kísérlettel besülni, azt hiszem. Hát ez nem volt általános. Még azt engedjék akkor meg, még egy utolsó próbálkozást hadd tegyek a mérőhengerrel. Tehát, hogy ennek a kísérletnek a továbbfejlesztett verziója az az, hogy elpárologtatok némi szénkéneg gőzt egy nagy mérőhengerben. Tehát ezt vízszintesen tartom, és végig csurgatom a falán ezt a szénkéneges foszforoldatot. Tehát végig csurgatom, és akkor nyilván ő itt is majd párologni fog a mérőhengerben. Majd pedig a tetejére rárakunk egy eddig megismert szűrőpapír darabot, és az a kérdés, ez a minimális lángocska, amit ő produkált, hogy vajon ez elégséges lesz-e ahhoz, hogy begyújtsa az ott lévő gőzöket. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy a kísérlet sikerülni fog, mert eddig se volt igazából láng, de hátha. Most adtam föl. Mondottam, hogy begyújtom egy hurkapálcával, de hát mégiscsak, akkor a kémia tudja a dolgát, szeretnék fényt kérni, és az ugató kutya is ugatott, tehát fölül, amikor elpárogott a szénkéneg, akkor a fehér foszfor mégiscsak nagy nehezen begyulladt, és begyújtotta az alatta lévő levegő szénkéneg gőzöket is. Szénkéneg nem csak égett, hanem jelentős ízben kénre bomlott, itt lehet látni ezeket a sárga kénkristályokat a mérőhengernek a falán. Búcsúzóul még egy történetet engedjenek meg, mert ez a fehér foszfor, amit hát hideg, zöld fényjel tud világítani, illetve hát öngyulladó, ez igen nagy mértékben beindította a felfedezőjének Hennig Brandt német alkímistának a fantáziáját. Mert ő üzletet szimatolt ebben a fehér foszfor témában. Azt is tudni kell, hogy Brand a saját vizeletéből állította elő a fehér foszfort, tehát hogy összegyűjtötte, napokig rohasztotta, főzéssel besűrítette, és végül ebből vonta ki a fehér foszfort. És összegyűjtött annyit, hogy utána
különböző fejedelmi udvarokban járt, mindegyiknél, mint én is, ilyen bemutató előadás sorozatokat tartott, és azt remélte, hogy valamelyik fejedelem majd alkalmazza őt udvari alkímistaként. És végül is a hannoveri hercegségben járt sikerrel, mert a herceget megragadta ez a sajátos zöld fény, és valóban a herceg Brandnak támogatást ígért. Amikor azonban kiderült, hogy ez a támogatás micsoda, akkor a Brand egy kicsit csalódott. Ugyanis a herceg fizetésképpen megígérte, hogy gondoskodik arról, hogy a hannoveri állam hadseregének minden katonája összegyűjti a vizeletét a Brand számára hordókban, hogy minél nagyobb mennyiségben tudjon ő ebből foszfort előállítani. Tehát, hogy ilyen módon egy kicsit befürdött ezzel a tervével. Mindazonáltal a kép nagyon ismert, és a címében nincs benne Brand, de mégis csak ez azt mutatja, amikor ő, mint alkimista, felfedezi a foszfort. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, meg a kitartást, és ezzel vége van a mai kísérleti bemutatónak. Viszontlátásra!